Grosics, Buzánszki, Lóránt, Lantos, Zakariás. Alig ha van olyan sportbarát, aki ne tudná folytatni a Cíborra záruló névsort. Ez az aranycsapat, amelynek sikereit fotók, mezek, futballcipők, labdák, kupák, érmek segítségével mutatja be a 2011-ben alapított Puskás Intézet kiállítása. A tárlat több hazai nagyváros, valamint angliai és spanyolországi vendégszereplés után megérkezett Máté Szalkára. Éppen 70 éve annak, hogy a magyar labdarúgó válogatott megnyerte az Európa kupát, miután a fináléban 3-0-ra legyőzte Olaszországot, Hidegkuti, illetve Puskás kétszer találta kapuba, és ez egy szenzációs eredmény volt. Ugye az Európa kupa volt az Európa bajnokság elődje, akkor 5 csapat versengett közel 5 éven át oda visszavágós alapon. Akkor nevezte el Szepesi György ezt a gárdát aranycsapatnak, amely azóta is végigkíséri az ő történetüket. Nagyon kevés alkalommal játszottak ebben az összeállításban, de az aranycsapatra mindenki úgy emlékezik, mint a valaha volt legjobb magyar gárdára. Itt látható az olimpiai aranyérem, a világbajnoki ezüstérem, különböző relikviák a játékosoktól, Puskás Ferencnek a gólkirályi címeért kapott kupái, amelyet a Real Madriddal szerzett, de a 75. válogatottságára kapott kupa is megtalálható. Azon kívül Grosics Gyulának, Buzánszki Jenőnek a hagyatékából mutatunk be részleteket, csak úgy, mint a többiekéből. A Máté Szalkai MTK-ban 16 utánpótlás csapatban rúgják a labdát a fiatalok. A kiállítás megnyitóján ott voltak annak az együttesnek a játékosai is, amelyik a jövő héten Kaposváron a Diákolimpia országos döntőjében képviseli majd a vármegyét. Az MMTK elnöke, a város alpolgármestere Torma Tamás kiemelte, hogy az aranycsapat sikerei az egész világon ismertetették Magyarország nevét. Öröm számunkra, hogy itt a Máté Szalkán a Szatmári Múzeumban helyt tudunk adni egy olyan kiállításnak, ami azt gondolom, hogy a barcelonai királyi palotától megkezdve a zürichi FIFA múzeumon át, a Magyar Nemzeti Múzeumon keresztül sok-sok település eljuthatott, hiszen Helsinki olimpiai bajnokait ünnepelhetjük itt, és azokat a relikviákat tekinthetik meg az ide látogatók, akik az arany pillanatokat idézték nekünk. Ezek nem is arany pillanatok, úgy gondolom arany évek voltak, arany percek voltak, arany hónapok voltak, amelyet a Puskás-féle aranycsapat biztosított a magyar emberek számára. Puskás neve ikonikus a világ labdarúgásában, és azt gondolom, hogy a magyar szavak között, ha egy idegen megkérdezünk, akkor biztos, hogy egy néhány szó ismétlése után a Puskás név is közte lesz azok között, amelyek Magyarországot jutatják eszébe. Az Arany Pillanatok című kiállítás egy hónapon keresztül látható a Máté Szalkai Szatmári Múzeumban.